A hit kapuja boldogok, válaszol, hogy az Székely János, Püspök atya és Kindelman győző hitvédelmi műsora. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké amen! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket! Az előttünk álló órában, ahogy a szignából is hallhatták, a Hit Kapuja című műsort sugározza rádiónk Székely János püspök atyával és van győzővel. A szentségeket boncolgató elemző sorozatunkban a mai alkalommal a házasságról fogunk együtt gondolkodni. Azt hiszem, hogy a mindennapok szintjén ez az egyik leginkább felszínen levő szentség, amely még a bulvár sajtóban is állandóan helyet kap, persze más vonatkozásban, akár a sztárok, vagy ahogy ma nem legetik a celebeknek az esküvője, vagy vállása kapcsán, vagy éppen a manapság világszerte sok-sok vitát kiváltó egyneműek közötti kapcsolatból fakadóan, amelyet sokan a házasság révén szeretnének törvényesíteni, sőt, egyesek még talán szent, szentes is. A katolikus egyház sok, -sok meg definíciója van egész pontosan bőven beszél erről a szentségről, de az egyik definizmus az így szól, hogy a házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, mely természeténél fogva a házas felek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul. Krisztus urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte. Hüspök atya, ezt a definíciót azért olvastam fel, mert az első, ami én szeretném, hogyha elgondolkodnánk, ehhez kapcsolódik, és nevezetesen, hogy miért emelte szentségi szentre az egyház, vagy ahogy a definícióban hallottuk, Krisztus a házasságot, hiszen a többi szentség mindegyike az Istennel, a Szent Háromsággal való közvetlen kapcsolathoz köthető. Ezzel szemben a házasság azért nem ennyire konkrétan. Ilyen alapon mondjuk akár a temetésre is mondhatnánk azt, hogy szentség lehetne. Nemrég találkoztam egyébként egy atyával, aki azt mondta, hogy kicsit szomorúan, hogy jaj, vidéken ő csak két szentség létezik, a, keresztség és a temetség. Viccet félretéve viszont nem vagy folytatva a gondolatmenetet, némi túlzással, hogyha a házasság szentség, akkor akár a születésünk napja, vagy akár valamilyen fogadalomtételnek az alkalma is az lehetne. Tehát nem helyezi az egyház túl magas polcra a szentségi szinten a házasságot? Elnézést a provokatív megfogalmazásért. Bizonyos értelemben azt lehetne mondani, hogy a házasság eredete az magában a teremtő Istenben. Van, aki férfinak és nőnek teremtette az embert, ezzel kezdődik a teremtés történet is, amikor azt halljuk, hogy férfinak és nőnek alkotta a saját képmására teremtette őket. Az Isten szeretet, Szent Háromságnak az örök szeretet kapcsolata, atya és fiú szeretete a Szentlélekben, és az embert is erre a szeretet közösségre teremti. Tehát már a természetes szintjén is a házasság, mint emberi intézmény, a, a, Szent Háromságnak a képe. Az ember erre születik, hogy szeressen, hogy az életét odaadja. Illetőleg a, a termékenység által pedig az élet, továbbadásának lesz az eszköze, és, és a, a, helye a házasság. Vagyis ebben az értelemben meg a teremtőnek a társai a házas felek, ahogy ezt a Biblia gyönyörűen meg is fogalmazza, az első gyermeknek a születésekor Éva fölkiált, azt mondja, Isten segítségével embert alkottam. És elnevezi Káinnak, Káin ez a szó ilyesmit jelent, vagy ehhez hasonló a Héber nyelven, hogy alkotni. És az van a, a mondat mögött, hogy nyilván minden emberi élet az Úristen teremtménye, nem a szülők tervezik meg se azt, hogy milyen lesz a haja, meg a szeme, de még kevésbé, hogy mit fog gondolni, vagy mit fog érezni. Az Úristen csodálja minden új emberi élet, de ezt az életet az Isten a szülőkre bízza, az ő kezükbe teszi le. Egy kicsi gyerek lelke rendkívül alakítható, olyan, mint a vaj, vagyis a szülő bizonyos értelemben társteremtő az Istennel. Évának a mondata ezt fejezi ki, Isten segítségével embert alkottam. Tehát a házasságban a Szent Háromság szeretetének és a, a teremtő életadó tevékenységének is részese lesz az ember. És ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy természetes szentség. Tehát nem csak emberi intézmény, hanem a Teremtőnek a létében részesedik az emberházasság által. Az evangéliumban azt látjuk, hogy Jézus a házasságot egyrészt visszaállítja az eredeti méltóságába. Amikor kérdezik őt a válásról, akkor Jézus a maga isteni bölcsességével, gyönyörű módon és nagyon méltelmi módon azt mondja, hogy kezdetben nem így volt. Mózes csak a szívetek keménysége miatt engedte meg a vállás, de kezdetben az Isten férfit és nőt alkotott, azt mondta nekik, hogy ezért az ember elhagyja apját és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Amit Isten egybe kötött, azt ember szétne válasza. Isten köti egybe a férfit és a nőt. Tehát Jézus visszaadja a házasságnak az eredeti Istentől akart méltóságát megtisztítja a bűn által történt megsebződéséből, eltörzulásából. És a házasság egy egészen új dimenziót kap, aztán a keresztény ember életében. A keresztény ember ugyanis a keresztsége által a húsvéti titkot éli. És nyilvánvalóan a házasságában is ebben a húsvéti misztériumban részesedik, Ebből táplálkozik, sőt, ez a, a szeretetének a mércéje. És ez gyönyörűen megfogalmazza Szent Pálapostól az Efezusi levélben, ahol azt mondja, hogy férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat, és föláldozta magát, érte. A házastársi szeretetnek, tehát a mércéje, Krisztus keresztje, aki mindent odaadott, önmagát áldozta föl, értünk, és ez a forrása is. A házastársi szeretetnek. Tehát a keresztény ember életében egy egészen új mélységet kap a házasság, Istennek a végsőkig menő szeretetéből e, merít erőt, és ez a, a mércéje a házastársi szeretetnek. Szent apostol egy nagyon különleges szót is használ itt a gondolatmenete végén. Azt mondja, hogy nagy titok ez. És ez a, a görög szó a mysterion, ami Eredetileg azt a titkot fejezi ki az Isten szeretetének a titkát, ami el van rejtve a, a világtörténelemben, az üttörténelemben, és föltárul aztán az idők teljességében. Istennek az üdvösség terve, a szeretett terve. Ez a nagy titok, ami a teremtéssel indul, a házasságban is megjelenik. Mit akar ez kifejezni? többek között azt, hogy az a teremtő szeretet, amivel Isten alkot, megalkot egy, egy, embert, ez a teremtő szeretet folytatódik és beteljesedik a házasságban is, amikor egy házas ember igent mond a házastársára, akkor tulajdonképpen a teremtőnek az igenje folytatódik itt, és konkretizálódik. Két ember egymás számára a teremtőnek a szeretetét jeleníti meg és közvetíti, vagyis az Isten igenje vízhangzik a házastárs igenben. Ugyanaz a szeretett titok teljesedik be egy házasságban, amire Isten teremtett mindannyiunkat. Tehát a keresztény ember számára természetes módon a husvéti titokba kerül bele a házastársi szeretet. Ezért fogalmaz így az egyházunk, hogy fölemelte Krisztus a szentségi rangra. És a szabad még annyit hozzátennem, hogy a, az őskereszténység számára ez egy evidencia volt mindig is, hogy a házasságunk az úrban kötődik, ahogy Szent Pállapostól is mondja, de később is ez újra és újra előjön. Tertullianus például a második század végén, harmadik század elején alkot, és többek között ezt írja a házasságról. Ezt az egységet az egyház rendezi, a felajánlott áldozat, már mint az eukarisztia, megerősíti, az áldás megpecsételi, az angyalok hirdetik ki, és a mennyei atya szentesíti. Úgy de szép. Ezt nem ismertem, ez tényleg gyönyörű megfogalmazásra. Igen, és talán azért is hangsúlyos, mert Ekkor még olyan fajta házasság kötési szertartás, mint manapság nem is volt. Mert ahogy mondtam, a házasság kicsit természetes szentség, ahogy később majd erre kitérünk, a felek szolgáltatják ki egymásnak, tehát valaha a polgári házasság, amit kötöttek a keresztények, az volt szentség. És ez, ez jóval később alakul ki, hogy ennek a formája is kialakul a templomban. De Tertullianus még ez előtt ír. És mégis nagyon világosan látszik, hogy a kereszténység szentnek, szentségnek tartotta a házasságot, amit maga a mennyei atya ö, szentesít. Nagyon szép volt az a ö, Szent Páltól idézett hasonlat, ugye én Krisztus, felette nagy titok, ez én Krisztus és az egyházra vonatkoztatom, de hát van egy egész könyvünk, amelyik gyakorlatilag a Bibliában benne van, és, egy, és gyakorlatilag a házasságról, a vőlegényről és a menyasszonyról szól. Én nagyon sokáig nem tudtam megérteni, kamaszkoromra utalok most vissza, hogy ez hogy kerül bele a Bibliába. Az esküvőn pillanatában már tudtam, de azt hiszem, hogy nem árt az énekek énekéről is talán egy-két szót mondanunk. Ez egy gyönyörű szép költői könyve a Bibliának, amely eredetileg egy, ha lehet így mondani, esküvői, költeményházassági énekek, amelyek megéneklik a, a szerelmet, a vágyakozást, a kétfélnek az egymásra találását, a testnek a, a szépségét. Talán az egyik nagy üzenete ennek a könyvnek az is, hogy a, a teremtő akarta a testi, szerelmet is. Ez is az ő bölcsességének, gazdagságának, szépségének a jele. Egyáltalán nem másodrendű vagy másodrangú része a szerelemnek. Az emberben a test és a lélek egészen egy, és a, a testi szerelemben is megjelenik a, az Istennek, és hát a két embernek is a, a végtelen ö, feltételek nélküli odaadása. Tehát ezért is szép, hogy a Bibliában ez végül is bekerült, mert a kereszténységnek voltak olyan évszázadai, amikor talán egy kicsit úgy háttérbe vagy zárójelbe került, hogy a testi szerelem is a teremtőtől van, és az ő szándéka, akarata az, hogy az ember ebben a boldogságát megtalálja, illetőleg a társát ezzel megajándékozza. Azt hiszem, hogy a Földön bármilyen kultúrkörbe ellátogatunk a házasságnak, mindig megvannak a maguk formái, bár különböző szokások és különböző mondjuk hogy együttélési formák árnyalataiban legalábbis jellemzik, és ha nem is emelik szentségi fokra ezekben a társadalmakban, de azért létezik. Hogyan alakult hatott ki ez az, egy az emberiség történetében? Tehát az, hogy, hogy, hogy monogámia, az, hogy törvényesítjük, a házasságnak a formáját. Például ez, 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 természet törvény, tehát olyan, mint mondjuk a ne vagy a ne lopjnak a parancsa. Ugye a Teremtés könyvében azt olvashatjuk, hogy Isten azt mondja az első embereknek, hogy legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. De hát ugye ez a parancs még önmagában sem az egymással együtt töltött időt nem behatárolja, sem pedig a kizárólagasságot nem határozza meg. Sőt, később, bár ugye erről már félig meddig előbb kitértél, Püspökatya a Jézusi idézet kapcsán, de hát az Ószövetség megengedi a vállást, vagy akár a több nejűséget is. Tehát mire alapozódik a mi katolikus hitünk a házasság, tanításával, a házasság szentségének tanításával kapcsolatban? Nagyon érdekes azért azt hozzátenni, hogy a, a, Teremtés könyve határozottan azt mondja, hogy egy férfit és egy nőt teremt az Úristen, ezek az ő képmásai, és azt mondja, hogy ketten egy test lesznek. Tehát nagyon világosan állítja a félnek az egyenlő rangúságát, és azt, hogy a szerelemnek az alapcéli az egyévállás, amit a testi egyévállás megpecsétel, megvalósít, de ez nyilván akkor igaz, ez a cselekedet, a testi egyévállás, hanem csak két test, hanem tényleg két ember lesz egyé, egymásnak adják a múltjukat, a jövőjüket, a fájdalmaikat, az örömeiket, tehát két emberi élet for össze. Nagyon érdekes, hogy a Krisztus korában a kumráni Közösség nagyon határozottan épp úgy, mint a kereszténység, az egynejű felbonthatatlan házasságot tartotta az Isten törvénye szerintinek, tehát nagyon határozottan a vállást tiltották, épp úgy, ahogy ez a kereszténységben aztán megjelenik. És a kumráni tekercsekben sokszor utalás történik egyrészt a teremtés történetre, tehát ezzel igazolják azt, hogy egy férfi, egy nő és egyek lesznek, nem, nem több feleséget szánt az Úristen a, a, férfinak. Idézik akár még Noé bárkájának a történetét is, hogy ott is egy hím, egy nőstény ment föl a bárkára, tehát a teremtő szándéka ez. Illetőleg aztán kevesen tudják, hogy a, annak ellenére, hogy a vállás az Ószövetségben elterjedt volt, és erre egy törvényi született a vállólevél kapcsán, ö, ami szabályozza ennek a konkrét lefolyását, hogyan bocsáthatja el a férj a feleséget, de a proféták igen gyakran a vállás ellen foglalnak állást. A leggyönyörűbb és legfontosabb részlet az Malakiás könyvéből való, ahol azt olvassuk, hogy az Úr a tanú közted és ifjúkori feleséget között, akihez hűtlen lettél, noha ő volt a társad, a szövetséggel elkötelezett feleséged. Nem, de egy élete van annak, aki testből és lélekből áll. Tartsátok tiszteletben életeteket, és ne légy hűtlen ifjúkori feleségedhez, mert gyűlölöm a vállást, mondja az Úr. Tehát nagyon világosan megfogalmazza Malakiás próféta, hogy Isten terve az nem a vállás, hanem ez életre szóló szeretett kapcsolat. A zsidó hagyományban is nagyon sok helyen ez megjelenik. Például egy helyen egy rabbi azt mondja, hogy könnyet ont az oltár, vagyis az Isten, amikor valaki elválik. Tehát az Isten sír, amikor valaki elválik. Vagy ozásnál is egy gyönyörű ö, élettörténetet hallunk, egy házasságnak a történetét, és a föltételek nélküli szeretetnek és megbocsátásnak a példáját. A az emberiségnek az őstörténetében ez egy elég nehéz kérdés földeríteni, hogy ez, ez hogy is lehetett. Nagyon sokáig az emberi viselkedést annak a kutatói, illetőleg az ősember kultúrájával foglalkozó tudományok úgy föltételezték, hogy valószínűleg a házasság ez egy ilyen későbbi civilizációs intézmény. És kezdetben azt gondolták, hogy az ember promiszkuitásban él. Tehát a szexuális kapcsolatok nem voltak különlegesen szabályozva egy-egy csoporton belül, ahogyan ezt az állatok esetében néha ténylegesen így látjuk. Nagyon érdekes, hogy mostanra a komoly tudomány ezt a feltételezését teljesen elhagyta. Tehát egyre semmi alapja nem volt, nem voltak konkrét tények, amire ez a feltételezés támaszkodott volna, és mindazok a tények, amiket viszont ismerünk, amit kicsit tudhatunk az ősemberi időkből, illetőleg a primitív, vagy hát egyszerű népeknek a szokásrendjéből, az pontosan az ellenkezőjét mutatja, vagy sokkal inkább az látszik, hogy amióta az ember ember, azóta a szexualitás az egy személyes kapcsolatot is jelent. Tehát az ember esetében sohasem pusztán a szaporodást szolgáló ilyen biológiai funkció volt, hanem férfi és nő közötti szeretett szövetséget hozott létre. És jelenleg a tudománynak az általános álláspontja az, hogy a, a kezdeti állapot, az emberiség ős állapota, az többnyire a monogám házasság és az, ezen alapuló család volt, és a többi forma, például a többneűség, az inkább bonyolult társadalmakban alakult ki, a főleg gazdagabbak között, főleg gazdag férfiak, akik megengedhették maguknak a több feleséget, de az ősforma az az egynejű házasság és a körülötte fölnevelkedő gyerekek voltak. Egy elég ritka, de szintén másodlagos forma az egy feleség és több férfi az együttélése ilyen is található egy-két népnél. tudom, Nepál környékén még mindig vannak ilyen matriarchális társadalmak, vagy kisebb elszigetelt közösségek, ahol ez létezik. Igen, de ennek is a, a tudomány szerint az ősformája az egynegyű házasság, vagyis mindig van egy kulcsférfi, akinek van egy felesége, és a férfi maga mellé vesz másokat igen gyakran saját testvérét vagy közeli rokonát, tehát így lesznek ők többen, úgymond férjei, ugyanannak az asszonynak. És ennek sokféle bonyodalmas oka van. Az egyik valószínűleg az első szülöttségi jognak a nagy hangsúlyozása, tehát hogy ő a család fő és magával hozza a többit, akkor az örökség egybetartása, talán az is, hogy kevés nő van bizonyos korszakokban, bizonyos törzseknek az életében. Tehát sokféle ok Játszhatott itt közre, de azt világosan látják, a kutatók, hogy az alapforma itt is az egynejű házasság, amihez csapódik egy-két pót, pótfér mondjuk ebben az esetben. Ahogy egyébként a többnű férfiaknál is az nagyon gyakran látszik, hogy teljesen világosan van egy, egy első feleség. Igen. És azért az egyáltalán nem ugyanolyan rangú, mint a többiek. És még azt is megfigyelik a. Az emberiség ősi idejével foglalkozó tudósok, hogy nagyon sok mítosz foglalkozik a házasság létrejöttével, tehát, hogy a teremtő istenség megalkotja az első emberpárt. A legtöbb népnek az ős mítoszában ez szerepel. Tehát vagy istenpárok, vagy emberpár jön létre. Vagyis nagyon világosan a házasság, mint egy eredeti intézmény jelenik meg, még olyan társadalmakban is, ahogy gyakori a többneűség, a teremtés mítoszban egy férfi és egy nő jelenik meg. Ez mindenféleképpen azt igazolja, amit az előbb a kutatások révén felidéztél. Térjünk egy kicsit vissza a Szentírásra, a biblikus vonatkozásokra és az egyház tanítására. Szentpál első korintusi levelében található egy részlet, amely azt hiszem, hogy évszázadokig, és talán egészen a második vatikáni zsinatig a házasság és a családról szóló egyházi tanítás tekintetében a kereszténységüknek, a katolicizmusunknak az egyik legproblematikusabb jelensége volt. Próbálom idézni a korintusi levelet. Jó, ha az ember asszonyjal nem érintkezik. A kicsapongás veszélye miatt azonban legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje. Tehát Pál, és ezt több más részletet is tudnék idézni azonos eredővel. Tehát kvázi, mintha arról lenne szó, hogy azok, akik házasságban élnek, családban élnek, alacsonyabb rendűek lennének Isten előtt, mint azok, akik cölébátusban vagy megtartóztatásban élnek. Mit mondhatunk mindenre? És mondom, egészen ez a második vatikáni zsinatig nagyon-nagyon sokszor felszínre került, én hiszem, hogy tévesen ugyan, de próbáljunk meg azért erre válaszolni. Az első, amit nagyon fontos látni, hogy mind a két hivatás, az Istennek szentelt szűzi élet, vagy a, ez a fajta teljes odaadása egy embernek, és a, házas házastársi odaadás is, lényegében a szeretetben való teljes önátadásnak az életformája. Tehát a gyökerében mind a két hivatás nagyon hasonlít egymásra. Talán lehet is azt mondani, hogy a boldog házasság titka és a boldog papi életnek vagy szerzetesi életnek a titka is nagyon hasonlít. Én szeretem erre vonatkoztatni Szent pálnak egy mondatát, aki azt mondja, hogy Isten a jó kedvű adakozót szereti. Aki örömmel, szeretettel szabadon adja az életét nap, mint nap újra. Azt hiszem, hogy egy, egy boldog házas ember azt az első igent, amit kimondott, soha nem bánja meg, soha nem vonogatja vissza. Ha valaki meginog az első igenben, akkor a fél energiája arra fog elmenni a házasságába, hogy nagy nehezen újraépíti, izzadságosan próbálja megtartani. A fél energiája kicsit úgy kifolyik a házasságból. Ha viszont tudja, Örömmel és szeretettel, azt az első igent újra és újra kimondani, és az életét odaadni, akkor ebben a szeretetben találja meg a boldogságát, az emberi kiteljesedését. És a pap életében azt gondolom ugyanígy, van, ha minden reggel tudjuk az életünket az oltárra föltenni örömmel, szeretettel, akkor ebben a, az önátadásban találjuk meg a, az életünk igazi beteljesedését útját. Tehát kimondhatjuk akkor azt teljesen ö, nyíltan és határozottan, hogy az Isten gyermekség szempontjából, Isten előtt, Krisztus előtt az egyházban nincsen különbség a tekintetben, hogy valaki a, a életformát választja, vagy pedig a, a házasságban élést. Igen, tehát mind a kettő a szeretet útja. Az, az egyházunk azért fogalmaz néha úgy, hogy a, az Istennek szenteltség az bizonyos értelemben magasabb rendű életút. Ez még a másik vatikáni zsinatnak a szövegeibe is itt ott megjelenik. Nem úgy kell ezt érteni semmilyen szempontból, hogy mondjuk egy pap magasabb rendű, mint egy házas ember, vagy egy szerzetes. Tehát nem az emberek közötti különbözőség akar ez lenni, hanem valamilyen értelemben azt akarja megfogalmazni, hogy az Istennek szentelt ember az kicsit már most a földi múlandó életében azt a, a végső nagy döntést hozza meg, vagy azt az életformát éli, amire Isten végső soron mindannyiunkat teremtett. Jézus egy helyen azt mondja, hogy a mennyben már nem nősülnek, nem mennek férhez, hanem úgy élnek, mint az angyalok. És hát maga Krisztus is ezt az életformát élte, nagyon természetes módon, és nehéz is lenne elképzelni azt, hogy ő más módon élhetett volna, tehát ő is szűzi életet, vagy teljes odaadásban leélt életet élt. Hadd tegyem azt is hozzá, hogy nem olyasmiről van itt szó, amikor az egyház esetleg állítja, hogy közvetlenebb módon és teljesebb módon adja valaki oda az életét, hogy szabadon az ember választana egy, egy tökéletesebb és egy kevésbé tökéletes út között. Sokkal inkább arról van szó, hogy az Úristen egyeseket hív, illetőleg vannak, akiket erre teremt szinte, tehát akiknek a számára ez a járható út az Isten felé. És vannak, akik pedig a házasságban tudják a, a szeretet kapcsolatukat átélni. Az is egy nagyon érdekes dolog. A protestantizmus elvetette a szerzetesi életet, meg a cölibátust, azt mondta, hogy ez természetellenes, rossz, stb. Tehát megszűnt gyakorlatilag a protestáns egyházakban ez a fajta életforma, és érdekes módon ugyanakkor megszűnt a, a szentségi házasságnak az életformája is, az is lecsúszott, ahogy Luther mondta, ez egy világi dolog, Weltlihez Ding. Megszűnt a házasság fölbonthatatlansága, legalábbis annak a, az egyházi védelme. Nem véletlen, hogy a két hivatás egyszerre bukik, és mind a kettő ugyanazt a totális önátadást jeleníti meg, vagy közvetlenül az Istennek, vagy pedig a, a családi szereteten keresztül, vezet aztán valakinek az útja az Úristen felé. Pontosan azáltal, hogy létezik ez a másik hivatás, a, a, nem a házasságnak az útja a katolikus egyházban. Úgy gondolom, hogy ezáltal megőrződik a házasságnak is, az igazi hivatás voltja, volta, vagyis, hogy nem egy kötelező út mindenki számára, az ösztönök által belénkírt. Egyetlen lehetőség, egy biológiai parancs, hanem egy igazi hivatás. Egy Istentől kapott hivatás, hogy odaadjam az életemet a házasságban, a házastársnak, a gyerekek szolgálatában, stb. Tehát igazi keresztény hivatás, amit valaki megérez, és vállal, és igent mond. Pont azáltal, hogy van egy másik alaphivatás is, őrződik meg a házasság is igazi hivatásnak. Tehát a kettő rendkívül összefügg, és amikor az egyház esetleg ilyet mond, hogy a, a szüzi élet bizonyos értelemben magasabb rendű, akkor soha nem az embert akarja tökéletesebbnek mondani. És nagyon gyakran látjuk is, hogy egy, egy szépen élő házas ember, legalábbis amennyire így emberileg meg lehet mondani, sokkal szentebb és sokkal kegyelmibb életet él nagyon gyakran, mint egy bugdácsolva vagy gyengén élő Istennek szentelt ember. Én azt hiszem, hogy ez a párhuzam és ez a történet, párhuzamos történet, most említettél, a jövő alkalommal fog igen csak kerekké válni, amikor majd az egyházi rendszentségéről fogunk beszélgetni. Most azonban, mielőtt még a házassággal kapcsolatos gyakorlati kérdéseinkre rátérnénk, hallgassunk meg egy részletet az énekek énekéből, egy megzenésített részletet. Tígy engem szívedre pecsétnek, énekli síjeljenő. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádiót hallgatják benne, a Hit Kapuja című műsort Székely János püspökatyával és Kindelman győzővel. Folytatván a megkezdett témát. Püspökatya, azt szokták mondani, hogy a szerelem nem ismer határokat. Na, no, de mi történik akkor, hogyha egy katolikus ember, egy férfi vagy egy nő más felekezetűvel, más vallásúval, vagy esetleg hitet nem hívővel ö, szeretne házasságot kötni? ismere határokat az egyháze tekintetben, hogyha a házasságkötésről van szó. Beszéle mindenről a, a Biblia, vagy mi az egyház álláspontja? És rögtön ehhez kapcsolódik egy másik kérdésem is, hogyha a mondjuk egy református ember katolizál, a katolikus egyház ugye érvényesnek fogadja el a keresztségét, csak egy hitvallást kell, ha jól tudom, letenni az áttérőnek. De mi a helyzet a házassággal? Például érvényesnek tekinti -e az egyház más keresztény felekezetűeknél kötött házasságot? Két kérdés volt megint elnézést, néha ezt megteszem. Nagyon érdekes megfigyelni, amit a Biblia maga tanít ezzel kapcsolatban, tehát, hogy kivel javasolja az ószövetségi szentírás is, a házasságot is, kivel kevésbé. Nagyon fontos a biblia embere számára hitetőrizni, és ezért alapvetően a biblia mindig óv attól, hogy más népből valóhoz, idegen hitűhöz, stb. valaki feleségül menjen, vagy ilyen feleséget vegyen. Azonban ez alól meglepő módon vannak rendkívül fontos és hangsúlyos kivételek. Tehát nagyon nagy szentjei a Bibliának, akiknek a felesége nem zsidó volt, és ilyen értemben nem is zsidó hitű, bár sok legenda aztán fűződik az alakok köré. Ilyen például József, aki egy egyiptomi papnak a lányát veszi ott Egyiptomba a feleségül, a szenetet. Aztán erről, ahogy mondtam, legenda fűződik, vagy, vagy költődik, hogy ez az a szenet hogyan tér át a zsidó hitre. Mózesnek a felesége a Midianit a főpapnak, Jetrónak, a lánya Cippóra. Nyilván persze ebben az esetben is arról van szó, hogy Cippóra jön Mózessel, és bekerül a választott nép hitének a világába. Akkor Dávidnak az egyik ősanyja, Rút, egy moábita. Asszony, akit Boáz, aki Betlehemben él, feleségül vesz, tehát egy pogányasszony, megint csak bekerül a, a messiás ősei közé. Vagyis nem teljes ez az elzárkózás a házasság terén, már az sem. Természetesen, ha valaki egy keresztény embert, egy katolikus embert ö, vesz feleségül, illetőleg ilyenhez megy, az egy hatalmas áldás. A szerelemnek különböző dimenziói vannak, és van egy, egy nagyon mély szellemi-lelki dimenziója is. És ha két embernek a hite azonos, akkor ezt gyönyörű szépen meg is tudják élni. A szentségek közös fölvételében, ha közösen mennek gyónni szentmisére, az ünnepeket együtt élik át, az imádságban egyek tudnak lenni. Átélik azt, hogy az Isten fölemeli őket a, a korlátaik fölé, az önzésük fölé. Egy, egy külön dimenziót kap ezáltal a házasságuk. De a katolikus egyház sem gondolja azt, hogy ez mindig kizárólag így kell, hogy történjen. Tehát vannak esetek, amikor valaki az igazi társát egy nem katolikus valakiben találja meg. Természetesen ebben az esetben is egyrészt nagyon fontos, hogy az illető a házassággal kapcsolatban ugyanazt ö, vallja és élje, amit a katolikus egyház hisz tehát ő is egy végérvényes, föltételek nélküli szeretet kapcsolatra mondjon igent. Enélkül templomi szentségi házasságot kötni nem lehet. Illetőleg konkrét szinten, amikor valaki udvarról azt gondolom, hogy nagyon fontos figyelni egy nem katolikus félnél, az, hogy megvan-e benne ez a, a dimenzió, az emberi jóság, az önzetlenség, hogy ő tud önmaga fölé emelkedni. Akkor is, hogyha talán szavakban, a hitében ez nincs olyan mélyen ö, a, az ő egyéniségébe beleivódva, de a, a tetteiben, az egyéniségében mégis ott legyen. Tehát ahhoz, hogy boldog házasságot élhessenek, ahhoz nagyon fontos, hogy ez a fajta önzetlen szeretet valakiben meglegyen. Elnézést, hogy közbevágok, vágok, Ugyan ez egy hitvételmi műsor és nem lelkiségi műsor, de nem tudom megállni, hogy, hogy nem mondjam el, hogy számomra annak idején, amikor feleségemnek, későbbi feleségemnek udvaroltam, evidens volt az, hogy, 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 igen, én egy katolikus lányal szeretnék házasságot kötni. A teljes boldog együttlétnek, a teljességhez ez, hozzátartozott. hozzá tartozott. És akkoriban nagyon sokat foglalkoztam fiatalokkal is, akik más körből választottak maguknak társat, és nagyon sokszor hivatkoztak arra, főleg lányok, nem tudom miért, ez általában lányoknál fölöljött, hogy hát semmi baj, majd én megtétem, ha megházasodtunk. csiszolatlan gyémánt, majd én megcsiszolom. Megengedő, ami egy házunk. De sajnos, és ez az én tapasztalatom, örülnék, ha csak az enyém lenne, de sajnos talán nem. az én tapasztalatom az, hogy, hogy nem lehet a gyémántot csiszolni akkor, amikor már a, a, a házasság megtörtént előtte kell, előtte kell ezt mind megtenni, mert különben nagyon nagy családi tragédiákba torkolik mindez. Elnézést kérek, zárójelbe zárva, ezt csak fontosnak tartottam megjegyezni. Igen, és akkor másik kérdéshez is néhány gondolat. A református, mondjuk, akinek a keresztségét elfogadjuk, a házasság esetében mi a helyzet? Alapvetően ugyanez. Tehát a katolikus egyház meggyőződése, az az, hogy megkeresztelt emberek számára a házasság magától szentség. Nem a pap szolgáltatja ki, a két fél szolgáltatja ki egymásnak, és mivel a, mondjuk a református egyházban nincsenek is kötelezve a házasságnak az úgynevezett kánoni formájára, mert hogy nem katolikus az illető, éppen ezért az ő házasságuk Enélkül is, hogy katolikus szempontból egy érvényes formában kötötték volna. Enélkül is érvényes szentségi házasság és fölbonthatatlan. Tehát, a két katolikus ember a akár nem tudom polgári házasságot kötnek, pontosan azért, mert náluk nem is ö, tekintik ezt egy szentségnek, vagyis a polgári házasság az a döntő lépés, ahol a házassági döntést két ember meghozza. Tehát ha polgári házasságot kötnek, katolikus szempontból ezt egy szentségi házasságnak és felbonthatatlannak tekintjük, éppen úgy, mint egy katolikus házasságot. Mi a helyzet a gyermekekkel, a születendő gyermekek vallására vonatkozóan, mit mondhatunk, akár a vegyes házasságok, akár pedig egy ateista emberrel kötött házasság esetében? Az egyháznak a régi gyakorlata az volt, hogy a házasságkötés előtt a nem katolikus fél kellett, hogy tegyen egy ígéretet arra vonatkozóan, hogy minden gyermek katolikus lesz. Jelenleg ezen egy kicsikét módosított a katolikus egyházunk, és a most ezt a régi gyakorlatot hívták reverzálisnak, tehát amikor a nem katolikus fél ígéretet tett, arra, hogy minden gyermeke katolikus lesz. Jelenleg ezt nem ö, várja és kéri az egyházunk, hanem azt kéri, hogy a katolikus fél az esküvő előtt tegyen egy ígéretet, méghozzá azt ígérje meg, hogy amennyire rajta áll, amennyire lehetséges, igyekszik a hitét megőrizni, megtartani, illetőleg a gyerekeit a katolikus hitben nevelni. Vagyis ez nem egy feltételek nélküli abszolút ígéret, hanem benne van ez a, a megfogalmazásban, hogy amennyire lehetséges, amennyire rajta áll. A másik félnek tulajdonképp nem kell megígérnie semmit. Kicsit furcsa is lenne, ha ő, mint nem katolikus, azt ígérné meg, hogy katolikusnak neveli a gyermekeit. Ebben az értelme az egyház talán jobban tiszteletben tartja jelenleg a vallás szabadságot, az ember lelkiismereti szabadságát. Hanem a másik félnek csak tudomásul kell vennie, tudnia kell arról, hogy a társ egy ilyen ígéretet tett. És a plébános, aki felelős a házasságért ezt írja alá, tehát, hogy a másik félnek a nem katolikus félnek erről tudomása van. Ez sem véletlen, hogy az egyház így fogalmazza, hogy amennyire lehetséges, igyekszik katolikus módon nevelni, ugyanis a házasságban nagyon fontos érték, a két félnek a harmonikus szeretett kapcsolata is. És ha odáig menne ez a feszültség kettőjük között, hogy borulna a házasság, akkor nem köteles a katolikus fél mindenáron, Tehát egy ilyen lehetetlen helyzetbe hozva magát, a gyerekei stb. erőltetni ezt, hanem csak addig, amennyire ez tényleg emberileg lehetséges. És hadd tegyem azt is hozzá, hogy van sok olyan Szép család, ahol mondjuk az egyik fél protestáns, a másik fél katolikus. Ez is egy szép fejlemény az ökumenikus párbeszédnek, hogy mostanra van egy közös szertartás könyvünk, ami lehetővé teszi, hogy különböző felekezetű keresztények együtt ünnepelhessék a házasságukat, és mind a két felekezetből a lelkész, illetőleg pap jelen legyen. Általában mindig, amelyik templomban történik, annak a, az egyháznak a szertartása megy alapvető szinten végig, és a másik fél az kicsit vendégként ott van, de ő is áldást ad, stb. Tehát részt vesz a szertartásban. Ilyen családot egyébként ismerek is, ahol a férj katolikus, a feleség evangélikus, mind a ketten a hitüket nagyon komolyan veszik, nagyon mélyen és el, eljárogatnak mind a két templomban, néha együtt. Tehát mind a két fél tiszteletbe tartja a másik vallását, értékeli, otthon imádkoznak együtt, tehát abszolút élő módon a hitüket gyakorolják, és a gyerekek is ebben az ökumenikus szellemben nőnek, fölnyilván van, aki közülük ehhez a felekezethez kötődik, inkább van, aki a másikhoz. A soron következő témát szívem szerint, és tényleg őszintén mondom, én legszívesebben kihagynám, de sajnos nem tudjuk elkerülni. Ez ugyanis a vállásnak a kérdése. Jézus nyíltan beszélne, beszél, erről Máté evangéliumában, de tegnap, amikor a műsorra készültem, akkor nagyon sok olyan könyvem van, amely az ellenpontot próbálja meg rendszerint kisegyházaktól vagy a ateistáktól származó könyvek ezek, és kezembe került egy kisegyházas könyv, amelyben Pálapostól a már az előbb említett első korintusi levelére hivatkozik, és hát Valóban így első olvasatra a vállás tekintetében ez a páli levél megengedőbbnek tűnik, mint ahogy Jézus beszél erről. Megpróbálom idézni: ha valamelyik testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne küldje el. És ha valamelyik asszonynak hitetlen férje van, és a szívesen marad vele, ne hagyja el férjét. De ha a nem hívő fél elválik, hadd váljék el. Ilyen esetben a testvér vagy nővér nincs lekötve, hiszen békességre hívott. Isten Isten békességre hívott minket. Valóban megengedő -e ez a vállással kapcsolatban, mint ahogy ebben az említett könyvben olvastam, vagy pedig hogyan kell ezt értelmeznünk? Egy nagyon jó példája ez annak, hogy soha nem szabad mondatokat kiragadni a tágabb összefüggésből. Pálapostól az első korintusi levél hetedik fejezetében a házassággal kapcsolatos sokféle kérdésre válaszol, és hogyan indítja a gondolatmenetét, ez a hetedik fejezet tizedik versben olvasó, az, olvasható, azt mondja, hogy a házasoknak nem én mondom, hanem az Úr, tehát Jézusnak a, a szavait idézi, a feleség ne hagyja el a férjét, és aztán mondja, hogy a, a férj pedig ne bocsássa el a feleségét. Tehát először nagyon világosan elmondja, hogy Krisztus tanítása szerint a házasság felbonthatatlan. Se a feleség nem hagyhatja el a férjét, se a férfi nem bocsáthatja el a feleségét. És hogy folytatja, utána azt mondja, ezt most én mondom, nem az Úr. Tehát hozzáfűz egy személyes ö, magyarázatot, ugyanis a korintusi közösségben úgy tűnik, hogy problémát okozott ez, hogy egy ember megtért, de a házas társa az maradt pogány, és sok esetben nem akart vele tovább együtt élni. Amikor látta, hogy ilyen mélyen a hit az egész életét átformálta, sok esetben ez a pogány házas minden módon tiltakozott, pokollá vált az életük, és erre a helyzetre mondja Pálapostól, hogy ha a hitetlen fél el akar válni, akkor váljon el, mert az Úristen a békességre hívott minket. Vagyis miről van szó? Hogy két pogány ember összeházasodott, vagyis ez nem egy szentségi házasság még, nem megkereszteltek közötti házasság, amit ö, szentségi rangra emel pontosan a húsvéti való részesedése a keresztény embernek, hanem egy természeti jogon alapuló házasság pogányok között. És ebben az esetben az egyik fél megtér, akkor a másik fél van, hogy ezt nem hajlandó elfogadni, ebben az esetben engedi meg pálapost, és egyébként azóta a katolikus egyházunk is azt, hogy ilyenkor úgy szoktuk mondani, hogy hitjavára ez a nem szentségi hádasság fölbontható. Ezt nevezi az egyházunk páli privilégiumnak. Tehát szent Pálapostól fogalmazza meg ezt először. Ez azokban az esetekben van tehát, ha nem megkereszteltek közötti házasság esetén az egyik fél megtér, és a másik fél nem akar ebben a hitben élni, nem hajlandó vele békességben továbbra is élni. Hát a akkor jelen... a kisegyházas testvéreknek innen a mikrofon mellől tudjuk üzenni, hogy igen, mi katolikusok is olvassuk a szentírást. Igen. És... Ha még szabad annyit pontosítani, tehát a jelen egyházi ez abszolút benne van. A szabályozásunk az, hogy nagyon fontos egyrészt, amikor az egyház egy ilyen döntést hoz, tehát megengedi egy ilyen félnek a, a szentségi házasság megkötését, és ilyen értem az első házasságának a, a fölbontását, nagyon fontos azt ö, megfigyelni, vagy észre ö, kikutatni, hogy nem az ő hibájából ment tönkre. A házasság, ahogy Pál Apostol is ezt nyilvánvalóan leírja, hogy a másik fél nem hajlandó ővele Igen. együtt élni. Tehát olyan esetekben, ha ő miatta bomlott föl a házasság, akkor az egyház nem engedélyezi ezt a, az új szentségi házasságot. Illetőleg mindig köteles a pap ilyenkor megkérdezni, vagy megkérdeztetni valamilyen módon a pogány felett, a másik felet, hogy akar-e békességben <hül> együtt élni, ezzel a megtért emberrel. Tehát ennek vannak feltételei, amelyik esetekben ezt az egyházunk mind a mai napig gyakorolja és engedélyezi. Az őskeresztények életéről beszélt élt püspök és ezzel kapcsolatban fölmerült most bennem egy kérdés. Mennyire dogma szintű, vagyis mennyire örökérvényű az egyház házassági felbonthatatlanságról szóló tanítása, és itt jönnek be az első keresztények, hiszen ők több irat is tanúskodik erről, hogy azt vallották, és azt szerint is éltek, hogy ha valakinek meghalt a házastársa, akkor, akkor nem vehet új feleséget, vagy nem mehet ismét férjhez. Az idők során azonban változott ez a nagyon szigorú hozzáállás kérdésem tehát az, hogy ezzel a vállással, a mostani vállásról vallott hitünkkel kapcsolatban is változhat valamikor a hozzáállás? Az ősegyházban erről volt egy aránylag jelentős vita, hogy egy özvegy ember újra házasodhat-e. És voltak nagyon szigorú tanítók, akik azt mondták, hogy ez szinte házasságtörés. Tehát ő hűtlen lesz az első házastársához, ha annak a halála után egy másikat vesz el. Az egyház azért elég hamar és hangsúlyosan ez ellen a nézet ellen foglalt állás, tehát már az ókori egyházban ez világos volt, hogy a házastárs halála után szabad megházasodni, semmifajta bűnt valaki ezáltal nem követel. Miért jutott az egyházunk erre az álláspontra? Mert a, a házasság bizonyos értelemben ehhez a világhoz tartozik. A, ehhez a az úton levő embernek az élet állapotához, ahová a szaporodás is tartozik a gyermeknemzés. És nem a beteljesedés állapotához, a másik világnak, az állapotához, ahogy maga Krisztus is mondja, hogy akik eljutnak a másik világra, azok már nem nősülnek, nem mennek férhez, hanem úgy élnek, mint az angyalok. Tehát, mivel a házasság az a földi életnek a, az intézménye és a része, és nem az örökké valóságé, ezért szabad a házastársnak a halála után újra házasodni. Hadd tegyem zárójelbe hozzá, hogy természetesen az egyházunk nagyon tiszteli és nagyon becsüli azt a házas embert, aki magában azt mondja, hogy nem. Tehát ő, ő olyan szinten odaadta az életét, hogy képtelen lenne ez bárki másnak, tehát egy nagyon szép emberi döntés, nagyon sok ember ö, úgy érzi, hogy, hogy más nem is tudna dönteni, de nem tartjuk bűnösnek azt sem, aki másképpen dönt, és nem akarunk semmi módon ítélkezni ö, ő fölötte. Ugyanakkor ez analóg hasonlatként nem állítható azzal szembe, hogy esetleg a vállásról alkotott véleménye is, vagy ö, tanítása az egyháznak meg fog változni, nem fog megváltozni. Nyilvánvalóan ezt lesz, nem, ez nem ezt maga Krisztus tanítja nagyon határozottan az evangéliumban, kérdezik tőle, hogy szabad-e a férfinak bármi okból elbocsátani a feleségét, és ő mondja, hogy nem olvastátok, hogy kezdetben férfinak és nőnek alkotta az Úristen az embert, amit Isten egybekötött ember ne válasza szét. Valamelyik nap vitatkoztam egy ö, ö, ismerősömmel, protestáns az illető, és amikor szóba került ez az egész házasság téma, akkor azt mondta, hogy jaj, jól értesültként, hogy jaj, mit jössz nekem ezzel? Hát nálatok is van vállás, én is ismerek valakit, aki, aki elvált egy házilag. Na most ö, ö, valószínű, hogy vannak olyanok, akik nincsenek teljesen tisztában a vállás és az érvénytelenítés közötti különbséggel. Nagyon rövid az időnk, de ki tudunk még erre a kérdést térni, püspök atya? Igen, és sajnálatos módon tényleg itt sok a félreértés, és a talán a szándékos félremagyarázás is. Az egyházunk ismeri azt a, a jogi eljárást, illetőleg egy, egy kegyelmi segítségnyújtást is, amit a házasság érvénytelenítésének nevezünk. Ez azt jelenti, hogy egy, egy házasságról utólagosan. Az egyház kijelenti ezt, hogy ez létre sem jött. Kezdettől fogva érvénytelen volt, egy nem létező házasság volt. És nem arról van szó, hogy egy létező szentségi házasságot fölbont az egyház, hogy úgymond elválaszt valakit, hanem azt jelenti ki utólag, hogy ez a házasság kezdettől fogva valami miatt nem volt érvényes szentségi teljes értékű házasság. A házasság érvényességéhez alapvetően három dolog kell, a képesség, a szándék és a forma. A képesség jelenti a testi és lelki képességet arra, hogy valaki a házassági élet ezt a közös szeretett kapcsolatot élni tudja. Itt talán hangsúlyozni kell a lelki képességet is, tehát valakinek kell, hogy annyi lelki egészsége, érettsége, legyen, hogy tudja a közös életnek a terheit vállalni, a másik embert megérteni, elfogadni. Tehát legyen egy ilyen minimális lelki egészsége is, ami a házassághoz elengedhetetlenül szükséges. És ha ez nincs meg valakinél, akkor ő képtelen a házasságra, erre a szeretett szövetségre. A szándék jelenti a, a felbonthatatlan, kizárólagos önátadásnak a döntését. Illetőleg a gyermekáldás elfogadását is. Tehát ez mind a kettő kell ahhoz, hogy egy érvényes házasság létrejöjjön. Nem pusztán attól jön létre a házasság, hogy szavakban valaki ezt kimondja, hanem hogy a lelke mélyén így is dönt. A forma pedig a trienti zsinat óta azt jelenti, hogy a, a helyi plébánosnak az engedélyével kell a házasságot megkötni, ő az egyház hivatalos tanúja, aki a házasságkötéskor ott van. Kedves hallgatóink, nagyon-nagyon elszállt az időnk. Szokás szerint jó néhány kérdés még belémreket, hogy így fejezzem ki magam, de lehet, hogy a jövő héten még némely kérdés sorra fog azért kerülni a házassággal kapcsolatban. Minden esetre kérem önöket, kedves testvérek is, mindenkit, hogy imádkozzunk, imádkozunk. Nagyon sokat szoktunk imádkozni papi hivatásokért, de imádkozzunk igazi házastársi szülői hivatásokért, hogy ne legyenek vállások, hanem boldog-boldog családok legyenek a mi hazánkban is. Nagyjából ennyi fért a mai műsorunkban, remélem nem tartották hiába valónak a velünk töltött perceket, hogyha az elhangzottakkal kapcsolatban kérdésük van, akkor nyugodtan írjanak nekünk a Hitkapuja című műsort, tehát legközelebb egy hét múlva hallhatják majd ugyanebben az időben. Múcsúznak önöktől a műsor vezetői, Székely János, Püspök atya és Kindelman győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen!